Fura, hogy azt mondod, hogy biztos vannak hibáim, tehát magyarul te gondolkodsz magadon sokat ezek szerint. Persze, mindent elemzek, mindent. Én is egyébként a saját dolgaimmal kapcsolatban, sokszor vagyok elégedetlen, de amit igazán akarok kérdezni, nyilván az emberek egy vidám, nagyon helyes, nagyon handsome srácnak látnak téged, és az az érdekes, hogy szerintem azért vagy jó műsorvezető, mert hogy a magánéletben is vagy ilyen, tehát magyarul nem egy szerepet játszol meg, hanem inkább a személyiséged egyik szeletét viszed föl a szórakoztató műsorokba. De biztos vagyok benne, hogy nyilvánvalóan, hogy neked is vannak mélypontjaid, vagy depressziós időszakaid. Akarsz-e erről beszélni? Beszéltünk. Nekem az a szerencsém ebben, hogy rövid ideig tartanak a mélypontjaim és a depresszióim. Vannak váltott napjaim. Tehát annyira rutinos vagyok ebben, tudom, hogy ha rossz napom van, ha nehéz napom van, tudom, hogy másnap biztos jó napom lesz, és ez mindig bejön. De ez reggel hogy tudható már? Nincs probléma reggel. Én egy reggeli ember vagyok, én reggel azonnal 100-zal indulok, hello! Na, akkor mi történik? A feleségem viszont nem szeretne beszélni se délig, tehát akkor ott van néha egy ilyen kis konfliktus, vagy bármi, hogy nem érted, nem akarok még erről, hogy jó, de hogy, és akkor valahogy ezt megoldjuk, és én este tudok lemenni, este tudok szorongani, és ez is szerintem összefügg az a korral, vagy mit tudom én, szerintem 10-15 éve van, vagy pedig lehet, hogy az alkotáshoz társult. Régen is volt olyan, hogy gondolkodtam egy filmen, vagy valamin, és a tét miatt volt, hogy kanapéra le kellett feküdnöm, és egész este csak mondanám, hogy alfa állapotban gondolkodtam, de nem, mert szorongtam. Szerintem neked nincsen alkotói szorong, szerintem az alkotók nagyon sokat szoronganak. Van egy szorongásom, amikor leülök egy dalnak a szövegét megírni, és tök üres a képernyő, és azon gondolkodom, hogy semmi nem fog eszembe jutni ezzel kapcsolatban, és órákig nézem, aztán kikapcsolom. De akkor ki alszom? Nekem az nincs. Nekem az, hogy képes vagyok valamire, az mindig bennem van, az mindig is, már gyerekkoromban is teljesen közepes gyerek voltam mindenben, és mégis tudtam, hogy én egyébként úgy valaki vagyok. Valamiben lesz, valami jó. Tehát mindig egy nyugodt voltam ebben, hogy én nem tudom, hogy én mi leszek, vagy ki leszek, de majd mindegy, mert valami lesz. Ezt tudta, nekem olyan szorongásom nincs, hanem amikor már megyünk, és amikor már formát ölt, hogy az jó-e. Hogy jól döntött, jó lesz-e, hogy biztosan jó-e. Hát filmeknél, például filmnél ez a vágás, ez tébolyító, hogy át lehet vágni egy filmet ötször, na az tud szorongtató lenni, meg az, hogy most jó, a forgatásoknál nem szorongok. Ott például nagyon bátran megmerem mondani a színészeknek azt, hogy azt csinálja. Igen. Nem, azt is megmerem mondani, hogy nem tudom. És szerintem azért egy rendező mondhat ilyet, hogy nem tudom, most nincs igazán javaslatom se, de egy picit beszéljünk róla, vagy picit próbáljuk megélni, és meg fogjuk találni a megoldást.